Haderőfejlesztési tervet hagyott jóvá a legfelsőbb védelmi tanács a 2017-2026 közötti időszakra, ennek költsége 9,8 milliárd euró. A testület előző ülésén azért halasztották el a terv elfogadását, mert az figyelmen kívül hagyta azt a 2015-ös többpárti egyességet, miszerint a nemzeti össztermék 2%-át fordítják védelmi kiadásokra. A Dián Cuccu Jánó védelmi miniszter július 26-án mutatta be Klaus Johannis államfőnek a haderőfejlesztési terv javított változatát. A parlament májusban 8 fejlesztési terv elindításáról döntött, egyenként több mint 100 millió euró értékben, amelyeknek célja a romániai hadipar talpra állítása. Ezek mellett jelentős összegben vásárol Románia haditechnikát az Egyesült Államoktól és más NATO partnerektől, elsősorban vadászgépeket. Legutóbb pedig az amerikai Patriot légvédelmi ütegek beszerzése volt napirenden.